Jó reggel, Vietnám üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő Aion videóval. Szándékosan így fogom mondani, Aion. Szép kis magyarosan, szerintem igazából itt teljesen jó. Arra gondoltam, hogy akkor csapjunk bele a lecsóba, Svattal nekiindulunk a kalandoknak. Nem tudom, hányan töltöttétek le még a játékot, a videó alá írjátok meg. Viszont majd a klánba nem sokára meg fog alakulni, és akkor tudtok csatlakozni, és akkor tudunk mindig együtt játszani és kommunikálni, és akkor gyaluljuk le az Asmodeanokat. Na, csapjunk tényleg már bele a lecsóba. Oké. Egyébként itt lesz egy intro, amit el fogok lépni instant, mert iszonyatosan hangos. Úgyhogy azt nem mindenki megnézi magának, hogyha akarja. Az a lényeg, hogy ugye hogy kerülünk ide ebbe a világba. Arról szól az egész, ugye háború tört ki itt az Asmodeanok és Kastőn. Mit csináltál? Valamit kaptunk? Na, ilyen benne van. Na, nézzük, mekkorák vagyunk ugye a másik emberekhez képest. Nem vagyunk olyan kicsik, meg nem is vagyunk olyan nagyok. Ja, egyébként ott a nevünk, hogy Svet, és ott van az, hogy Dale a szerveren vagyunk, mivel ez egy cross-server funkció ebben a játékban, hogy gyakorlatilag az összes szerverben lévő játékosok tudnak együtt játszani, de viszont attól még mindenképp Dale-ára regisztráljatok, ha akartok velem játszani, mert hey, micsoda csajci van itt, oda nézzetek, hát a baba arcú vagy, moré. Hát te még aztán a séret belőtted, itt van a izéje, hát ezt tudjátok, király hasonlít. Megjött a izéje, nem annyira szép gyerek az a Chumfield, Anfield gyerek. Na, egyébként itt a kezelő felület egyből láthattak mindent, ugye mozgok, mint az őrület, lehet ugrani. Nagyon szép kis kidolgozott világ, pedig ez még a gyakorlatilag legelső világ, ugye, mivel itt a kezdő zóna, és ennél csak szebbek lesznek és csodálatosabbak. Na, hogy itt a karakterünk láthatjuk szépen, itt van a skillbarunk, ahol a különböző dolgokat húzhatunk le, itt alul látjátok. Itt van ugye egy karakterünk, egy fejünk, egy hány HP-nk van, meg hány manánk van, meg gyakorlatilag DP, ami ilyen diva pontnak nevezik, majd azt meg fogjátok látni, hogy mi csodát jelent. Ott egy 10-es gladiátor, jaj de jó. Mi az egyes szerveren, egyes szinten vagyunk, és itt van, hogy rookie szerver 2. A rookie szerver az azt jelenti, hogy egy ilyen kezdő szerver, ami ilyen tényleg olyan, hogy figyeljetek, Loki nevezetű, Loki szerver, mondom, Loki nevezetű ember, nehogy már nem nyúlta be még senki. A Loki, azt tudjátok, az a, minek az istene, az ilyen csíntevés, meg ilyesminek, ugye. Na, akkor csapjunk bele a lecsóba. Ugye I betű inventory, nem is tudom, majd sorba itt átnézzük a dolgokat. Jó, gyerekek, nem is tudom, mik vannak. Ja, tabbal, ez a jó, M-mel azt hiszem, hogy térkép, itt van szép kis térkép, fel lehet zonyítani, mindent lehet itt egyébként csinálni. Csodásan egyébként még úgy is ki tudod rakni a térképet, hogy átlátszó, látod, hogy nagyon szép, hogy ott vagy a Modox. Ennel. Mindig kérdezzetek, hogyha valamit nem tudtok, azt akkor csapjuk neki, gyerekek, itt meg van egyes artist, de már ugye már úgy meg van csinálva, hogy remodellezve vannak a cuccai, azért néz ki ilyen marha jól. Viszont ugye a küldetésrendszer van ebben a játékban. És miért nyomom shiftet folyamatosan, mert futni akarok, de az nem úgy működik, gyerek! Ezért ne játssz el a csomó játékkal egyszerre! Na. Ugye a küldetést úgy tudod felvenni, hogy itt olyan emberkék vannak, ahol ilyen kék, vagy akármilyen nyíl, sárga, és akár lehet. Fölötte van egy izé, és akkor el van ad, és akkor mutatja, hogy mit fogsz kapni, érte 120, hát itt ilyen Queen-nak nevezik ezt a pénzvetséget, nevezik Goldnak, mert megőrülök, hogy miért nem Goldnak nevezik. Igen, nyomjuk neki egyébként, kattogatva is tudsz irányítani, vagy pedig esetleg ugye Vasdal. Jobb gombot nyomod, akkor tudsz így forogni jobbra-balra. Na. Ugye ide elsétáltunk, sletjentünk már, és nekünk kapunk egy kis... Hát itt akkor írja, hogy hány százalékát kapott meg annak a izének, annak az XP-csiknek. Ugye már felvettük 32%, 45%-et megkapjuk, hogyha megcsináljuk a következőt. Ami azt jelenti, hogy ide felrakja mindig ugye küldetéseket jobbra. Azt jelenti, hogy kerubat kellene ölni 3 darabot, ugye igazából meg is tudod jelölni, hogy hol vannak ezek, látod, hogy itt akkor így bejelöli neked ilyen kék is. Cuccal. Na, ilyen nagy ezért lóbaszó állat nem akartam lenni semmilyen körülmények között, mint az ember. Nagyon furcsa egyébként az irányítás most nekem, de egyébként az olyan dolgokat, amit ugye meg kell ölni, azt így mutatja is, hogy igazából mi az, amit ölnöd kell. Hey, haj, nyomtam egy topot, hogy mi? Mit fűvesz, Keeper, vaze, hülye vagy? Na, nyomunk egy normál chatet, és akkor tudjuk olvasgatni esetleg, hogy mi történik. Jó. Kicsit átrendezem, ugye ezeket itt át lehet húzingálni, ha akarod. Itt vannak ilyen tutoriálok. Click on a defeated target to see. Ezt meg tudod nézni, ha akarod, én nem nézegetem őket. Nagyon hozzá kell szokni a dolgokhoz, úgy látom. Na, a skillbar funkció. Szóval én gyorsan elmondom, egy kicsit nem tudom, nem a hangos ez a játék. Ugye.
Option, nyomunk egy option-t, aztán ez a sound-ot egy kicsit lejjebb veszem, mert nekem nem tudom, olyan fura hangosnak tűnik. Inventory-ba megnézzük, ha van ezeink, látod, potion-ünk, meg minden, amivel ugye tudjuk növelni majd a HP-nkat. Ez egy szérum, ami ott van, hogy ha megeszed, akkor növeli a HP-dat lassan, ezek meg ugye instant, ez nagyon jó. Ez régen nem adtak ilyen jó cuccakat itt a kezdésnek. Ezt meg megöljük. Na, ugye itt az egerem nekem, de mégis nyomom a skilleket ott az egyes gomb, vagy a skill baron, az azért van, mert én általában is mindenkinek ajánlott, hogy a skilleket, azokat nehézével nyomjon, elgejre kattogasson, mert akkor ugye figyelned, hogy hova kattintasz, nem tudsz figyelni gyakorlatilag a játéktérre, ez főleg ugye PvP-re nagyon haszontalan, hogyha te nyomogatod. Igen, és már is szintet léptük. Szóval ez nekem nagyon szuper. Következő küldetés, kerub, green szekket kell gyűjteni. Hogyha ilyen gyűjtegetés van, akkor látjátok, hogy ott ilyen mutatja ilyen kis jel, hogy azt kell összeszedni. Úgyhogy ez is nagyon szuper. Ja, hát ilyen kis pofás kis karakterünk, mert nem lett ilyen kigyúrt nagy állat, meg nem is egy ilyen nagyon langoléta, nem is szeretem az olyan karaktereket. Jó, Keeper az egy nagy darab állat, de ott le is álltam az ilyen nagy karakterek készítésével, mert az sok volt. Na, ilyet összekapunk, ugye látjátok, hogy pár darabot. Ezt akkor megyünk tovább, ám csaptuk neki. Jó. Látjátok, hogy a kezdő zónában is elég sok emberke létezik már, úgyhogy nagyon jó. 57%-ot adott ez. Következő küldetésre, Port Polonia. Ugye itt érdemes ilyenkor rákattintani, hogy nem tudod hova kell menni, és akkor rákattintasz, hogy hova, ugye Port Polonia, to. És akkor nyomsz egy locate-ot, és akkor mutatja, hogy ott van. Most ugye mi vagyunk itt, ott oda kell menni ahhoz, hogy... De ott van egy küldetés, ugye mindig mutatja a küldetéseket is a map, hogy hol találhatsz új küldetés, úgyhogy az útba is esik. Ja, csapjunk neki, gyerekek. Svet név, jaj, de jó, hogy ez megvan nekem, imádra. Na, megyünk, aztán esetleg a küldetést adó személy van útközben, akkor azt még bevállaljuk, de egyébként más nagyon nem akarok. Ott egy küldet, látjátok, ott messziről látod egy nyíl, itt a minimapon is látni, hogy van ott egy nyíl. Ugye a mobok, látjátok, hogy fehér pontok egyébként. Ja, itt gyorsan föl lehet venni a küldetést. És megnézzük, hogy mit kell csinálni. A green, valamilyen farkat kell gyűjteni, ugye érdemes körülnézni, hogy akkor mégis mi az a túl. Ott van, látod, de ott mutatja is, hogy azt kell. Azt majd, vagy megölni, vagy pedig gyűjteni, hát itt azt írja, hogy nem megölni kell, hanem gyűjteni. Ott ugye kettes szintű szörny, itt van a HP-ja, itt van a targetje, targetjét azt érdemes beállítani ezeket. Minden, azt hiszem, hogy default be van állítva most a játékban. Egyébként lehet gyűjtögetni is, ugye itt vannak ezt például, ki tudod szedni. Csomó mindent lehet a játékban természetesen. Craftolni lehet ugye fegyvereket, bármilyen ruházatot, bármilyen potion gyakorlatilag, nem bármilyen, mert azért vannak olyan. Na, szintet léptünk, hajjajjaj, kaptunk egy küldetést, nem is sárga. Meg még ráadásul, ha ezt megcsináljuk, akkor választhatunk, hogy mit akarunk mi kapni azért a dologért. És akkor még egy ilyen izé viszont kellene nekem. Ugye szintet léptem, és akkor valószínűleg új képességem is elérhető, mármint új skill. Ugye, ami nem jelenti azt, hogy például... ugye meglátjátok, hogy... Figyeljétek az kettes gombot. Kettő, és ott villog valami. Tehát megnyomhatom még egyszer, és akkor egy ilyen chain skill nevezik, egy ilyen lánc skill, az a lényeg, hogy ráépül az egyik a másikra, és akkor tudod azt így alkalmazni. Tehát már kétszer tudom megnyomni a kettes gombot, mert az egy, megnyomom ugye a kettes, van ez a skill, és arra még rájön még egy chain skill gyakorlatilag. A fine day. Oké, okay, még valami. Aha, oké. Okay. És akkor meg is lehet nézni a térképet, érdemes, hogy ha nem akarod nézegetni, hogy a skillek, vagy hova mennek a küldetések. Látjuk, hogy itt van egy csomó küldetés, oda is kell mennünk. Úgyhogy itt is van egy küldetés, itt le. Úgyhogy ezeket érdemes csinálni. Legelőször mindig... Hoppá, mi ez? Ami 10%-a nagyobb izét kapok, mert valami visszatértem a játékba dolog. Event boost, oda nézzé, 100% XP boostunk, valami jó. Jaj, de jó, jaj, de. Na, itt az első kis falu.
Itt mutatok is kapásból nektek van, hogy itt mennyien van a gyerekek már az első faluban, oda nézzetek. Vannak ilyenek, ami obeliszk néven fut, hogyha ezt megfogod, akkor ezután itt fogsz újra éledni. Szóval, hogyha meghoz véletlenül, akkor itt élesz újra. Mindig ezt be tudod magadnak állítani egyébként. Nézzétek, ez az első kicsi falu, ami a tényleg az első, és itt még csak ilyen nagyon miniatűr szintűek vannak, ugye tényleg jó, itt egy 65-ös Spirit Master rajol, aminek semmi értelme nincs neki, de hát jó van, biztos örüljön magának. És akkor itt van egy csomó küldetés. És ott a... Jó, nem akarok beszélgetni senkivel. Szépen, igen, és akkor kapásból ugye választhatunk, hát én akkor választom a Sword-et. Egyébként itt látjátok, hogy ennek a Sword-nek még a statjai, ugye, például atakja 20-tól 26-ig, az eléginek ott van, hogy kirakja ugye, amire ráviszel az egeret, meg kirakja egyen régebbit is például, ami látod, hogy mennyivel rosszabb. Például vannak ilyen nyilak, amivel látod, hogy annyival, hogy az ugye rosszabb. És akkor ezt szuper, ezt ki is választom, oké. És akkor és kaptam is még egy. Küldetést, amit kapásból berakott. Jó, ez nekem nagyon szuper. Annyit csinálok, hogy akkor I betűvel, ugye megnézzük, itt van a Sword. És akkor felvesszük, egyébként nem is tudom mi. A P-nél meg tudod nézni a cuccaidat is, mit látod, vagy amint profil, hogy ezek vannak rajtad, ugye, és van az attackod, defed. De majd később beszélünk ezekről a többi dologról is, teljesen lényegtelen még egyelőre. Na jó, oké. Okay. Akkor annyi a lényeg, hogy az összes küldetést és az összes ilyen dolgot érdemes felvenni és megcsinálni. Mert ugye, ha már itt vagy, akkor lehet, hogy ugye tök free, lehet, hogy csak beszélni kell két emberrel, idébb meg odébb, és már is kapsz néhány. De ott is nézd ott egy küldetés. Na ott egy Spirit Masternek a spiritje például, látod, hogy itt valaki azzal hülyeskedik és... Hogy van ő, pedig ő csak egy 22 Spirit Master, de már van neki egy ilyen spiritje. Egy nagyon brutális ilyen addokat tud ő szörözni. Jó, akkor menjünk tovább. Nézzük, ugye a térképet érdemes nézni, hogy hol vannak ilyen küldetések. Itt is például van ennél. Oké, ezt is felvettük sorba ugye. Ennek kettő is van, egyet le is adhatunk. Majd szintet léptünk megint. És itt, ó, na most ez jó az gyerekek. Itt ugye, itt írja, hogy egy plusz skilled van. Skillt megtanultál, mert a szintet léptél. És itt vannak ugye, amiket tanultuk gyakorlatilag akkor. A aktív skilleknél, igen, azt mutatta az előbb is. Annyi, hogy ugye rájön, vagy az alá kerül az. The chain skill. Most ez miért már maradjon már el? Jó. Jó. Oké. Okay. Felszünk tényleg mindent, amit csak bírunk. Nem tudom, több küldetés talán nincs is. Ránézek azért a térképeim, akkor érdemes így rázumolsz. És akkor nézed, hogy hol vannak. Itt még van egy bent. Jaj, nem, itt van ez. Itt van ez. Jó. És akkor itt van még egy ilyen csaj, aki elvileg és tud még ráadásul buffolni egy ilyen akármicsor. Ezeket nem muszáj ugye mindent megcsinálni, csak na nézd meg itt egy IA-t például 10-es. Rengeteg fajta karakter van. Jó, csapogtatom gyerekek. Valószínűleg, hogy erre kell menni, legalábbis én itt láttam, hogy ugye itt vannak küldetések, még itt van egy sárga küldetés. A sárga küldetésre fogok leginkább rámenni, már 4-es szintűek vagyunk. Ó, itt is van egy ilyen küldi. És akkor ezeket mind felvesszük. Faith and arms. Azért is érdemes felvenni, mert lehet, hogy tényleg majd belebottasz egy olyan NPC-be, mármint egy ilyen NPC, tudod, nem no play, no player karakter, vagy valami ilyesmi. Vagy not player, vagy nem is tudom, na. Na, és akkor most kell Defeat Smallhorn Kerub, ugye azt kell csinálni a sárga questnél. Itt van. És érdemes ugye, Smallhorn Kerubok, azok hol vannak? Locate. És akkor mutatja, hogy itt ebben az egész zónában, de ott egy kicsit sűrűbben, ott van, és így kijelöli is a legközelebb itt hozzád. Ott alul látod, ott van itt. Itt van valahol egy small horn. Na, small horn keru. Ó, Isten, milyen neveked? Hogy van bőven? Jó.
És ugye kilootolom őket, csak ugye ilyen gyorsan lootolom, tehát van ez a, ez ugye, hogy ez felveszi mindenképp a lootot, úgyhogy azt csinálom. Igen. Mindjárt megnézzük egy olyan bal, amit nem lootoltam ki, hogy mégis mik vannak ebben. És így belemész, látod, hogy van például ennél volt csizma is, ez volt, az volt. És akkor meg is nézzük az inventorinkat, mert úgy látom, hogy kaptunk például egy csizmát. Elrakjuk a fegyverünket, és akkor mit lehet vele csinálni? Meg kell néznünk az attribútorait, gyakorlatilag, vagyis a statjait, hogy milyen statjai van. Megnéztük, és akkor felvettük jobb gombbal. És már akkor van rajtunk egy csizma is például, ugye? Nagyon jó, eddig az nem volt, szuper. Na, jó, menjünk tovább, hol van még Small Horn? Kerub? Small Horn Kerub? Egyébként ne ijedjetek meg, nem egy ilyen kis karddal fogok harcolni egész játékidő folyamán, mert ez még fog változni nagy mértékben, csak egyelőre ugye még nem. Azt nézem egyébként, hogy a játék marhára nem max grafikában van, mert ennél sokkal szebb árnyékok szoktak lenni. Ha mindjárt valamit ügykörünk, hogy ne így nézzen ki. Mert gyakorlatilag egy pöty van alattunk, de ez nem így kellene kinézni. Jó, ez meg is van, és akkor mehetek oda vissza ahhoz. A többit nem is biztos, hogy érdemes megcsinálni, ha csak esetleg nem, tényleg nem útbe esik. Mert elég az, hogy például most a 10-es szintet szeretném elérni. Oké. Okay. Kerubfang kellene, azt írják. Bigfoot kerubból. És akkor ugye megint meglokítaljuk. És akkor nem messze itt vannak Bigfoot kerubok. És meg is jelölte ugye, itt a lila nyíl mutatja, hogy Bigfoot kerub be van jelölve. Megyünk, azt megnézzük. Aha, itt mutatja, látod? Egyre közelebb érsz, egyre közelebb érsz. Bigfoot kerub. Bigfoot kerubot kinyírta a hülye gyerek. Ejjjaj. Jó, akkor elnézzünk erre hát, hogyha itt van. Itt valamit mutat. Ott meg egy küldetés balra, ugye? Na, ott van egy Bigfoot kerub, látod? Egy darab. Igen, ez egy erősebb, már 4-es szintű, mi is 4-es szintűek vagyunk. Igen, azért nem vagyunk gyengék. Ez már egy jóval erősebb mob. Oké, belenézek most, hogy lássuk. Egy kerubfang küldetés cucc, az nála volt. Szuper módon, ott is van egy Bigfoot kerub. És itt ebből ugye 3-at kell, szóval akkor valószínű, hogy majd talán meg is lesz. Bár itt azt látom, hogy nincs több ilyen Bigfoot. A Bigfoot! Jó, és akkor még egynek kéne lenni, arra itt mutatja is, hogy van valahol, itt ott van egy, aha. Egyszerű. Ott van egy Gunner, pisztolya lövöldözgete, ugye távolsági klassz. Valamilyen szinten előnyben van. Nem kell oda menni a mobhoz, amire odaér hozzá, lehet, hogy ugye ő már... Mondjuk is most mit kell csinálni? Muraneshez kell vinni, meglokételjük ugye. Adta ki ezelőtt ugye állt itt nekünk. Megjelöljük. Megjelölöd, akkor ugye mindig lila nyíl így mutatja, úgyhogy ez nagyon szuper. Inventoryból húzok ki egy ilyen szérumot, ami arra jó, hogyha rányomok, akkor ugye itt látjátok, hogy Restore 340 HP és 540 MP. Tehát akkor 340 HP-t az tölt neked, majd életet ad, az nagyon kis kellemes. Nagyon-nagyon jó, nagyon imádom, tetszik, jól van, oké, gyerekek. Remélem, hogy tudtok csatlakozni hozzám, mármint, hogy megtaláltok. Dale a server mindenképpen, ezt lehet, hogy ki is fogom írni az összes ilyen videó alá, hogy akkor tudjátok. Egyébként lehet ilyet gyűjtögetni, ugye... De hát most ez nem... Nem igazából gyors fejlődést akarom prezentálni, és gyorsan akarok fel... Na, le kell adni Captain Kallionnek.
Captain Kallionnak leadom. És akkor ott van a Captain Kallio benne ebbe a kis bunkerbe. Hát jó, akkor menjünk. Igen. Vannak érdekes karakterek, de vannak nagyon szépek, nagyon szépen megcsinált karakterek. Az a jó, hogy viszonylag nagyon változatos ugye, mert mind méretben, mind pedig minden részletébe tudod állítani a karaktert. Ez is például gyönyörű ez a női karakter. Hát ez a piros hajú az elég érdekes. Jó. Oké. Okay. Délen bármi kérdés van, írjátok ezerre. Yes. És na, ugye választhatunk egy ilyet. Hát ami rajtuk van, az látható, hogy jobb. Hát tudod, ott a nyilak mutatják, hogy zöld az sokkal jobb, de elfogadom. Na, miért nem? És akkor kaptunk még sárga küldetéseket, ami nagyon jó. És már is ötös szintűek vagyunk, nagyon szupi-szupi gyerekek. Szupi bufi! Ilyen 9-es bar. Jó, akkor következő a dolog. Nézzük meg a sárga küldetéseket érdemes. Végignézzük itt ezen az útvonalon. Ott van egy. Amik nincs messze és utána meg arra. Jó, együtt tovább. Egyébként szárnyat lehet, hogy kérdeznétek, hogy akkor mikor, vagy hogyan. Szárny 10-es szintől érhető el nekünk. Azt meg fogjátok látni. Ki ugye nem ismeri a játékot, hogy az hogy működik. Sajnos egy kicsit, hoppá, kettő új skill tanultunk, Body Smash, oda nézzetek gyerekek, gyakorlatilag. Uh-huh. Oké, okay, akkor igazából new skill itt van, és akkor lehúzzuk, mondjuk a hármas gombra, és akkor tudjuk ezt kétszer nyomni, meg egyszer ezt, úgyhogy akkor már az tök jó lesz. Nézzük, milyen cuccaink vannak, hát nem túl sok. Érdemes lenne majd eladogatni a kacatokat. Ja, ugye tudnánk shieldet használni, hogy például tudja használni, hogy 8-es barrier. Egyelőre én most nem vagyok még azért. Ura, amúgy sem fogok shieldet használni a játékban, ugye a templár, tehát a tank karakter, az használ shieldet, a gladiátor az általában vagy greatsword-ot, vagy pedig polearmot. Polearm az egy ilyen, hogy nevezzem, egy ilyen szálfegyver, talán bardnak nevezhető, egy ilyen nagyon nagy bard, azt szokta használni. A polearmot szokta egyébként, mert tényleg azt, na. De egyébként tud használni, gladiátor az a legáltalánosabb. Ő tud használni ezért is például dual sword-ot, ugye kettő kardot, vagy akármi csodát. Jó vagyunk gyerekek, hát nem tudom, ezt lehet, hogy nem vallom be. Itt van, ugye beszélni kell ő vele, futkozik ugye mindenki természetesen emiatt. Ugye ezek a story mission-ök, ezek a sárgák, ezek folyamatosan ilyen... gyakorlatilag... videók formájában is végig vezetnek. Gyorsan megnézzük. Egyébként a... nem, ez a J-vel tud előhozni a küldetéseket, és akkor nézzük ezt, hogy reki. Uh-huh. Én fel kell ébreszteni Sleeping Eldereket, azt mondja. Be is jelöltem magamnak, és akkor azt meg kell csinálni. Ja, én a sárga questtel szerintem teljesen bőven el leszek, nem akarok mást. Ez mi ez? Még van egy küldetés? Ja, igen. Passzív küldetések, vagy passzív skillek is vannak ugye a játékban. Azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt nem kell használnod, hanem mindig hat. És ez ugye klassz függő, tehát mondjuk minden klassznak más ilyen skillje van. Például Svetnek most egy ilyen HP boostot kapott, mivel több HP-je van, ezt ugye nem kapja meg egy másik klassz, emiatt ugye kiemelkedőbb lesz a HP-ja ő neki. Na, ezen kell elvileg nyomni, és akkor egy fújja szólóval, amit az orrába dug bele, felébresztjük ezt a szép kis csavót. Sleeping Elder, és akkor még egy Sleeping Elder-t felébresztünk, és akkor elvileg ez meg is van. Most egy ilyen erdőben vagyunk, amit látjátok. Valamit szétkaptak rendesen. Ah, ott van. És akkor nem tudom, hova kell tovább menni, majd mindjárt meglátjuk. Jamaica nevet kell volna adnom nekik magamnak. Our kind is in trouble. Jó. Ugye látjátok, hogy ilyen nagyobb szintek is itt hédereznek. Kettő lehetőség van, vagy ő segít valakinek, vagy pedig itt rajol. Úgyhogy, ja nem, több ez meg is van a Sleeping Elder-es, ugye? Akkor nézzük, hogy hova kell vinni. Noah-nak.
Vissza kell volna menni oda. Jó, oké, okay. Menjünk vissza. Ja, egyébként vannak a montok is a játékban, tehát vannak hátasok is. Valószínűleg, hogy azt kell csinálnom. A következő rész elején mindenképpen azt kellene nyomnom, hogy küldök magamnak néhány olyan itemet, amit azért tudok használni itt, viszont ugye mégse az, hogy... Jó, nem akarom használni a nagy karaktereimet, de viszont mondjuk vannak olyan különböző potionök, vagy pedig ugye tudok magamnak küldeni hátast, amivel ugye gyorsabban mozgok, meg ilyesmi, gyorsabban halad, gyakorlatilag a gameplay sorozatunk is, nem az van, hogy például ez a gyaloglás már háromszor meg lett volna mondjuk egy jó montot, egy hátason. Kíváncsi vagyok, mikor találkozunk az első magyarra, látjátok, hogy iszonyatosan sokan játszanak a játékkal. Our kind is in trouble. Szmétlen sokan játszanak vele. Annak ellenére különben szerintem a leginkább visszatartó erre járnak a játéknak. Az, hogy most ezt hova kell vinni már megint? Ilyenkor mindig annyi, hogy locate. Aha, duka ki lumberjacket meg, nem tudom mit kell ölni, akkor megyünk is arra. Ja, ugye a leginkább visszatartó ereje szerintem ennek a játéknak az, hogy hogy mondjam, talán nagy. Mármint úgy értem, hogy nagy, hogy 45 giga, ami tényleg nem kicsi, de hát nem véletlenül annyi. Ugye ez nem egy metin, ez nem egy, egy kisebb volumenű játék, hanem ez egy elég összetett és eléggé komplex. Ugye itt még nem tudom, még itt házadat is lehet, itt butorozhatod, akkor trófeákat szerzel, azokat kitudod, nagyon-nagyon durva egyébként. És azt nézem, hogy a izékre is mennek, a kisebb instákra is, attól féltem egy olyan picit, hogy a kisebb... Igen. A kisebb instákra, mint ilyen csoportos tevékenységekre nem járnak, de látom, hogy üres templom, mindenféle, ami tényleg ilyen kisebb raidekre is eljárnak az emberek. Na, itt ugye változik valami a térképen, ha megfigyeltek, hogy a mobok, azok eddig fehérrel voltak jelölve, most már pirossal is vannak jelölve. A piros mobok a fehértől annyiba különböznek, hogy ők már agrózódhatnak, szóval ők agresszív mobok, hogyha éppen te megütöd őket, vagy nem is, hogyha megütöd őket közelében, ez már akkor ugye problémát jelenthet, tehát megtámadna. Na jó, ezeket kell ölni, ezeket a dukakiket ugye, és most már ugye több skillünk van, tehát kettes, hármas. És akkor igen, így már működik jobban. Nem tudom, hányat kell ebből ölni. Hát ezeket a izéket, kék küldetéseket lehet, hogy kikattintam, és akkor csak a fehérek maradjanak, vagy a sárgák maradjanak, ugye azok nekem fontosak. Ugye izét kell szerezni valami Kobold Axe nevű dolgot. Axe. Azt kell szereznünk, ugye? Ott van benne. Jó, meg is történt az esemény. És igazából, ha, és ezek vigyázzatok ugye mindig, mert ezek ugye agresszívak. Szóval ha közel mész hozzá, akkor már támadsz. Nézd meg. Se ütöttem, most betámadok. Ami nem jó. Ez a potion ugye tölt 340-et, szóval addig még nem érdemes benyomni, amíg sok HP-k van. Potion! Hogyha valakinek úgy tetszik. Potion! Hoppá, találtunk egy zöld fegyvert. Na, itt akkor a grédekről beszéltünk, a fegyverek grédjeiről. Ugye, ennek zöld a neve, na mint látod. A fehér fegyver a legszarabb. És a ruha és bármi. Utána jön a zöld, utána jön a kék, utána jön a sárga, citromsárga, utána jön a narancssárga, és utána jön a lila. Na, ezek a grédek vannak, szóval itt meg tudod állapítani, hogy az a fegyver, ami éppen te birtokodban van, az mennyire jó, vagy mennyire nem jó. Nem. Még egyet összekapunk. Meg jól sebeznek ezek a kis dukakik mi, mert ugye 7-es szintűek, mi meg csak 5-es szintűek vagyunk. A 2 szint különbség azért megmutatkozik. Na, és nyomunk egy ilyet. Látod, fel is safadta a HP-kat, jó volt. Jó, és akkor meg is van ez a küldetés, nem tudom hol kell vinni. De minden esetre itt még van, amint látjátok, hú, de sokan vannak emberek. Itt még van ugye sárga küldetésünk, akkor azt nyomjuk tovább. Ja. Nem nézem végig a videókat, ne haragudjatok. Jó, és akkor kill Dukaki a Strip Mindba, és get fluid sample from ugyanonnan. Szóval itt ez mondhatni ilyen küldetés tutoriális lesz, vagy leveling tutoriál, mert
Egyből látjátok, hogy mit kell csinálni. Annyi, hogy itt van egy dug, aki... Steep Mine. Látjátok is, hogy ez a bánya. És ott kell ugye különböző dolgokat csinálni például. Most... hey, hey, baby, hey! Itt kell ugye, kell ölni, ugye 6 dukakit. Meg ugye kell szerezni valamit innen. Hát itt futkoznak le föl az emberek, ugye látjátok, hogy ezek már dukakik. Szóval ezek már ugye számítanak. Ugye lehetne esetleg partiba is csinálni, várjál már. Beinvitáljam, szerintetek megpróbáljuk. Hát hogyha esetleg gondol egyet, aztán. Thank you. És akkor ízolja, ezeket ugye ketten tudjuk ölni, nem az van, hogy... Hilgen, valószínűleg őnek is ugyanaz a küldetés kell, ugye? Az esélye. Ami megtámadott egy ilyen túlszimboszt, lehet, hogy ő neki már más küldetése van. Ugye ő egy Priest, igen, egy Priest, ami egy ilyen tudja gyógyítani magát féle, akármicsoda. Azt mondom neki, azt fegyő, íz egy cuccot, ha akarja, legyen az övé. Loki, szemem van. Hát ő baby bogyó, azt már ütik igazából. Nem nagyon szép ugye beleütni másért. Ilyen valamilyen, meggyógyíthatná, ha már egyszer vagy nekem, babykém. Szerintem túl szimbosztól, az kell neki. Mindjárt ezt megadom, azt segítek neki. Hát ő neki oda nagy szerencséje, hogy akármikor így fel tudja magát gyógyítani, szóval Priestet majd akarsz lenni, akkor tudom ajánlani, mert ilyen szintet is léptem. Aztán beszélek majd el. Na azért, mi a jó? Basz kell, bazen. Mondjad meg fele. Ion Diva, az a neve. Mi ez boss köreki? Nem nagyon tudja, hol van group chat. Valószínű, hogy új játékos. Mindegy, fönt is van még egy boss, aztán. Menjünk, azt segítek, akkor ott van a túlszín boss, hogy öld meg. Öld meg, emore! Ja, ez 9-es szintű ez a csajhoz. Hát ez nagyon, nagyon epikus sok nekem. Ugye neki is annyi... Ugye, és az összes incskár végig fogjuk tolni, gyerekek. Szóval készüljetek arra, oppá, ez Fergus Raven passzolt nekem, ne rollolj rá, Moré? Ugye úgy működik, hogyha valami kell neked, akkor rollolni kell rá. És az azt jelenti, hogy... Ajaj, valaki észrevett ott fenn. Az azt jelenti... Hogy ha aki nagyobbat dob, egy ilyen virtuális dobókockával, azért lesz az a cucci. De ugye, ami nem jó valakinek, azt ugye érdemes passzolni, mert hát az mekkora bunkóság, hogy például nekem nem kell valami, akkor minek dobok rá, érted? Ezt szerintem... Nekem ez kell még egyébként. Olyan baby vagyok. Na jó, nekem ez megvolt, baba. Oké, barátnak beajánlott. Elfelejtem, hogy mindig izé. Thank you, kérdezem. Thank you. Na jó, én kilépek ebből a partiból, nem akarom itt izé keszni az idejét. Meg amúgy is nekem egy csomó mindent kell itt csinálnom. Igen, oké. El kell mennünk ugye Oszhoz visszavidni ezt. Ez a koboldexet is majd le kell adni. Egyébként leadunk mindent, akkor faszol lesz mindent. Gyakorlatilag megcsináltunk egy csomó küldetést, vagyis legalábbis haladunk vele. Meg ugye? Megcsináltuk meg. Jó. Fut utánom valami. Ó, hát ez hátba is vágott, barátom. Na, ott van egy például elementalist-szerű. Most azért mondom azt, mert sok játékban az.
Szuper. Szuper gyerekek, ez nem tudom mi az az ikoni völgy, ez régen nem volt. Valaki már biztos megírja. Jó, tudod, látod ugye, hogy az Úrzzal például kell beszélni. Úrz a csodák csodája. És akkor valószínűleg, hogy majd mondta, hogy mit csinálják. Aha. Turszín boss, látod? Most nekem az kell, ott írja eliminált. De Turszín boss. Big boss. Ez van. Úgyhogy ezt csapatjuk gyerekek tovább. Egyébként Gladiátor az egy, hogyha valaki nem tudja, hogy milyen karakter legyen, ugye Warrior vagyok egyelőre, de majd ugye leszünk Gladiátorok. Ezt egy érdemes azt választani, talán nagyon egy univerzális karakter, ugye. Azt szoktam ajánlani a nagyon kezdő játékosoknak, hogyha nincs más elképzelés, de hát természetesen, hogyha tudod, hogy te egy IAS karakterre nagyon szívesen ellenném, akkor az nagyon menne. Ugye ide kellett jönni. És akkor most fogis spórákat kell gyűjteni, vagy mi a túró az, ami elvileg valami spóra. Nagyon ehetnek dőljön is. Ez már 8-as mob, és mi még csak 6-osok vagyunk, mi már nagyon futunk előre, mint az őrültek. Na, és ez akkor sebez, mint a Leo. Nyomok egy ilyen fósét, hogy ne rögöljél meg a Keeper Healer. Ja, itt van, egy darabot megszereztünk, hogy jöhet a következő. Ez valami beoltott valamiben. Valami kaptam tőle. Meg is vagyok egy kicsit tőle. Hogy mi az? Hoppa, hoppa. Egy változtatott egy kis gombával, nem tudom támadni. Ez ilyen debuffnak nevezik ugye. Ugye van a buff, meg a debuff. A buff az ugye egy kellemes, jótékony hatást biztosít. Van ugye debuff, ami nem pont ugyanez az eredménye. Ja, még egy ilyet meg kell adnunk, és akkor gyakorlatilag meg vagyunk, viszont a potionnek az 17 másodperc múlva nyomatom be, azt lehet, hogy meg kéne várni, mert lehet, hogy megdöglök instant. Mert hogy elmegyek erre, aztán hát, hogyha újra terveződik az a csávó. Booster. Még elhat. Nem tudom mennyi a respawn time az izéknek, a moboknak. Ugye mobnak nevezik a Monsternek a rövidítése gyakorlatilag. Jó, hát megnézzük ezt a gyereket itt, gyereket akkor már. Valami csak lesz vele. Akkor meg is vagyunk ezzel, megint vissza kell menni elvileg Premoshoz. Ugye mindig top Premoshoz megjelölt Lilát követed, és már ott is vagy. Úgyhogy nagyon-nagyon egyszerű a rendszer, nagyon is kifinomult, de mégse az, hogy ilyen nagyon csőjáték lenne, szóval nagyon lehet baragolni is, de tényleg jó meg van csinálva. Ez nagyon tetszik, jó. I am but a faithful servant. Régen egy nagyon hardcore játék volt ez. Na, mit kell csinálni? Meg kell mérgezni nekik a kajájukat, a dukakiknek, azt írja. Ez, ugye? Ott, ahol az előbb azt néztük, azt az ételt, abba kell rakni egy mérget. Meg kell ölni 10 Turszín boxot is. Boss, nem boxot, hanem boss-t? Boss, basszus, nem box. Na, és akkor utána meg kellene, hold, Axel leadás. Na, itt vannak a Turszín bossok, bajzol. Csapjuk neki. Hányosok ezek? 8-osok. Biztos horba vág majd a gyerek nagyon. És ezek agresszívek, amit látjátok, hozzá se érek már. Ja, volt egy zöld kardom, miért nem szósz? Miért nem szósz? Az inventory-ba meg kéne nézni. Ugye itt van. Megnézzük, hogy mennyire jó, vagy mennyire nem. Jaj. Ez kemény az a gyerek. Ez nem egyszerű, na. Ami legyen ma. Hey, vazza, mit csinál, mit nyomok? Ja, megnézem ezt a kardot. Mégis milyen? Ugye ilyenkor kibontjuk.
20, és akkor megnézzük a statjait. Látod, hogy 44-54. És csak... Ja, és 9-es szintől elérhető. Ja, jó, oké. Ez nem jó. 9-es szintől ezt a kardot fel tudom menni, az jó lesz egyébként. Csak hát az most még nekem... Igen, magas mind a tyúknak az ABC. Oké. Hát sajnos nincs egy skillem ahhoz, hogy még nyomjak. Mindig meg kell várnom, hogy ezt betöltődjek. Később vagy lesz, hogy skilletek. Nem bírok edőteni, melyiket nyom. Úgyhogy nem kell aggódnod. Csapjuk a Durzin boss-t. Csapjuk... Ta... vagy... Tjúrség, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt. Hogy lehet ezt elbontani, gyerekek? Na menjünk tovább, aztán majd úgy közben lesz valami. Nagyon ne keveredjünk bele a szarba, mert... Na, ott van egy ilyen ijász, azt jó lenne elkerülni. Ahol lelő onnan föntül. Itt van egy bosszocska. Ezt lecsapjuk. Megpróbáljuk, gyerekek, ennyi HP-val. 8 másodperc múlva potion betöltődik, tehát jó lehet. 100 HP-t leütött. Nyerünk, nyomjad! Akkor még valami buffot felrak magát. Ne, megtalálódott ugye a hülye is. Majd van, megoldom. Ezt menekülünk, mint az őrültek, gyerekek. Baj lesz? Pont szintet léptem, szerencse. Ez a duka ki, az miért futott-e? Úristen. Na, kaptunk egy új skillt. Mi azt jelenti, hogy Rage a neve. Mennyi van innene? Igen, ez egy ilyen védelmi skill, nem fogom használni. Az a lényeg, hogy ez erre, ami jön. Skill. Ahelyett ugye nyomhatod azt is, mert most megnyom ezt. Jó, akkor ez egy ilyen, nem is tudom mit ad. Aha, igen, ez valami nem is, nem, ez valami izé, ez valami buff. Jó, oké, hát ezt megcsináltuk, már csináljuk akkor tovább azt, hogy ugye el kéne, ne kéne adni a, vagy meg kéne mérgezni ott fönt a izéjüket. Az előbb voltunk, ott meg van egy ilyen két tőrös assassin gyerek. Kicsit ráfutott a boss. Ott meg van egy Spirit Master, látod. Nagyon változatos, ugye sok klassz van, és emilyen nagyon változatos a dolog. Nem az van, hogy érted, mindenki easy akar lenni, mindenki warrior akar lenni, nem mindenki assassin akar lenni. Mert tényleg nagyon meg van csinálva, hogy tök sok fajta van. Ugye ez, ő meg úgy működik, hogy ráküldi azt a izét, spiritet, aztán akkor csapja neki mind az őrült. Nekem annyira nem jön be a Spirit Master, megmondom őszintén. Nem szeretem a papír karaktereket annyira. Már egy papír karakter ugye az azt jelenti, hogy nem olyan nagyon védett. És akkor most az összes Spirit Master írja biztos, hogy hú, hát a Spirit Masternek ott van a Stone Skin, meg ott van a mit tudom én, mi az, amikor a Spirit kapja a damage-t, van egy csomó fajta ilyen védelmi, de akkor is nekem egy ilyen masszív karaktert én mindig jobban szerettem a játékokban, egy ilyen maszkulin karaktert, mint egy ilyen csajos karakter. Bár aztán, amikor egy ilyen kis pici, kis pirnyó csajci öl meg a játékba egy baromi nagy állatot, az is nagyon feelinges tud lenni, ugye. Egyébként, ha most csinálnék karaktert, én egy nagyon kicsi karaktert csináltam volna, csak azért nem akartam nagyon kicsi karaktert csinálni, mármint méretre, mert nem azt akarom, hogy ti most azt lássátok, hogy egy ilyen kis zseppiszok futkozik itt a screenen, hanem azért legyen valami látszatja, hogy egy gladik vagyunk, nem egy óvodások, értitek? Na itt akkor le lehet adni elvileg tula, oda kell venni, leadni, és akkor elvileg ezek megvannak, és akkor szerintem egy szintet biztos be fogunk húzni ezekkel, és akkor nem is tudom, 8-as szintűek leszünk már. Az már jó lesz, gyerekek. Fintonar, Kaliónak kell menni, Oznál le lehet adni ezt, úgy de jó. Egy jó csizmát kapunk érte. Igen. Oké. És Kaliónál le kell adni, és a csávónál is le kéne adni egyet. Jó, Kalióhoz repüljünk el. Egyébként vannak ilyen zónák, látod? Ahol lehet repülni, vagy ilyen flight reportot használni. Oda nézzél. És akkor elvisz minket. Egyik, ugye ki vannak jelölve, hogy honnan, hova lehet repülni. Most bejelöltem, hogy oda akarok repülni. És már viszi is, mint az őrült. Hát egy kis pénzösszegért cserébe, de ugye mindenképpen megéri, mert legalább nem kell itt végig gyalogolnod, ami mit tudom én, meddig tartanak, hát 5 percig itt keresztül gyalogolnék, hogy egyik városból a másikba, ez sokkal jobb. Ugye mapon belül, rengeteg mapban, viszont mapon belül is ezzel tudsz így
utazni, meg hát valamikor máshogy is, úgyhogy majd ez mindig majd jön elő. Az a lényeg, flight teleport mapon belül visz egy A pontból, B pontba, vagy esetleg ugye egy csomó flight teleport zóna is lehet. Ide megérkeztünk, na és akkor itt le kell adni ezt Kalionnak, úgy látom. Hát te Matroska Baba, oda nézzétek, hát hogyan nézel ki te. Hát bögyös! Na, és bukok a börös csajokra, gyerekek, minden. Yes. Elhoz tőlem Shantan? Oké. Okay. És megvan 8-as szintünk, gyerekek, nagyon büszke, örülök, nagyon-nagyon van. Imádom. Hú, hát tetszett meg nagyon így, gyerekek, azt van egy spinz. Templar. Loku Ushoku. Jó. Jó, oké, okay. Csapjuk neki akkor megint. El kellene menni, ugye? Ugye ott is le lehetne adni valamit, az mennyi, hány százalékot növel? Írja ugye mindig, hogy ez 19 százalék, tehát ezzel nem leszünk meg teljesen. Szóval még valamit kellett volna majd csinálni. Látok? Jó. Taktikásan meg kell oldani ezt, hogy minél hamarabb szintet lépjünk. Megnézzük a J-t addig, hogy míg vannak küldetések. Ugye csak ez van, 9-es szinten majd be fog jönni. Ja nem! Hogyha mindent megcsinálok, akkor elvileg bejön egy 9-es küldetés, amivel szerintem meg lesz a 9-es szint. 9-es szint itt kihúzzuk, akkor már ki tudjuk választani, hogy mi akarunk lenni. Gladiátorok, vagy pedig templárok. Tehát a gladiátor, a daláló, na nézzétek ezt a karaktert, oda nézzük. Nem ilyen, nem akartam ilyen lenni, hogy trögjetek rajtam megállás nélkül. Szóval inkább azért egy ilyen optimális, nem túl nagy karaktert csináltam, de viszont kis tűzszoknyában itt a baby body, jajjajjaj, várjál már, hát a kamerán nézzen kell állítani. Egyébként belső nézetben is lehet játszani a játékot. Hát csak úgy tetszik, hát most éppen nekem úgy tetszik. Csaje, álljál megfele! Marjál! Mi szórakozzál, more? Hú, a csávó az meg, hogy nézett ki te? Csajci, álljál meg! Mint ez nagyon fut, nagyon futol. Állj meg, megnézlek te. Előrű is. Ó, de szexi vagy, Evo. Várjál, nézzük. De ha még egy szórébb mész, komolyan mondom, megőrülök. De hát hogyan nézel ki, barátod? Ujj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 
zenétte pofá lőttek volna. Tudjátok mi az a vicc? Amikor ezért, hogy van az? Na ezt majd megint hova kell vinni? Jaj ne, odébb kell egy kicsit menni, jó van. Mind amikor Nyuszika ül a folyóparton, ezt arra megy a medbe, Nyuszika nyomkodja piros pontokat a pofáján. Na, itt már valakinek volt szárnya, oda nézzél, hát hihetetlen. Repül. Na, igen, szép combunak. Nyomkodja pofája a piros pontonásokat, azt kérdezi tőle a... Te haver, mit akartál tőlem? Itt várja barátját, ezek ketten vannak, Mori. You're well, I hope. Hát meg ekkor segge van te. Jaj. Mi a, átraktak minket. Elég valami ízét kell csinálni. Ezek ilyen visszaemlékezések, nem is, hogyha teljesen pontosak akarunk lenni. De ugye átkerültünk egy másik helyre, gyakorlatilag így végig kell ezt játszanunk. Gyakorlatilag ez valami visszaemlékezésszerű, a jót sejtem. Beszélni kell vele, ugye ezek ilyen küldetések. Lehet egyébként nézelődni, itt megy a harc, ugye fekete szárnyok az Asmodeának, vagy Asmodeán, amit akarsz, úgy mondod. A fehérek ugye az Eliosok. Ugye a jó és a rossz, de hát igazából nem biztos, hogy a jó a rossz, és, vagy a jó és a rossz, mert ugye ez teljesen attól függ, hogy melyik perspektívából nézzük a dolgokat, gyerekek, itt leszállunk elvileg vissza, fogunk teleportálódni. Itt még lesz egy harcunk, csak ugye most megszakadt gyakorlatilag az emlékkép, és ó, nem sikerült ez emlékeznünk teljesen. Tudom, hogy rengeteget beszélek, bocsánatot kérek érte. Tudom, melyik neki beszélek. Ezzel a Vinnel? Oké, és akkor Kalióval kell beszélni megint, aki ott volt, és akkor ezt megvan a küldőt is. Ugye, az obeliszket megfogtuk, tudjátok. Oda vissza tudunk teleportálni ezzel. De ez minden. 20 percben, ugye CD-je van, Kuld Davnya, 20 perc, tehát ezt elhasználom, akkor 20 perc múlva fogom ezt újra használni. Most ez pont aktuális volt nekem, vagy jó volt, jó kapóra jött, mert ugye ide körülött gyűnöm. Yes? Speak up. Jó, és akkor választhatok egy fegyót, hogy
Igen, és kaptam még egy küldetést Kaliától. Yes. Speak up. Oké, és akkor kell beszélni Ozzal, aki ugye ott volt a másik kembe, tehát akkor repülünk megint, ugye minél gyorsabban végezzük a feladatokat, az nagyon jó. És akkor a 9-es szintet elérjük majd. Safe journeys. Akkor felvetjük ezt az öt szvördöt, de igazából akkor már nem is lesz rá szükségük, mert már nem warriorokra fogunk lenni, mert ugye most warriorok vagyunk, hanem akkor már kiválaszthatjuk, hogy gladiátorok akarunk lenni, és akkor már nem az a fegyver az, ami nekünk igazából kelleni fog továbbiakban, mert nem az a leghatékonyabb fegyvere ennek a klassznak, jobban mondva a gladiátornak. Nagyon sok az információ, gondolom azoknak, akik nem ismerik a játékot, tényleg akár mikor bármit kérdezzetek, és mindenre válaszolok. Na és akkor Ozzal kell beszélni, az meg itt valahol itt héderezik. Ide van, melegszik a tűzné, meg egy emberke, várjál, moré! Ariluma, friend! Wow! Wow! Pernosszal kell beszélni, az meg erre volt, tudjátok ki az a Pernosz, akivel ott a gombás részen beszéltünk, dumáltuk. Egyébként, hogyha nem akarsz folyamatosan mozdod nyomni, akkor úgy elkattintasz valahova jó messze, és akkor lehet neki csapni. Jó, srácok, ez nekem igazából nagyon bejövős, Franco. Megpróbálok tényleg pörögni, mint a trágyaszóró, hogy most ebben a részben, hogy 10-ig elérünk, azt akkor onnan megyünk tovább. Ez a Hyper nevű gyerek. Ja nem, mindig összekeverem, hogy a Hyper az a szervel. Tritos. De ugye Dale a szervel, mindenképpen Dale a szervel, aki akar velem játszani, jó? Jó, és akkor mi Paul? Paulval kell beszélni, akkor mindig mit tudom, Paul, locate. Már is látjuk, hogy Paul, itt ezen a roadon megyünk végig, és akkor arra bele. A road. Rhode Island, mi? Az Rhode Island, az mi az? Várjátok, itt ezek ugye pirosak, és megpróbálom kerülni őket, hogy ne agrózzam. Ugye az agrózás, ezt taruljátok meg, az agrózás, az ugye, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy be az agrózás, várjátok, hogy amikor rád támad egy mob, és az agro tartás az meg az, hogy ugye minden klassznak van egy bizonyos védettsége, és meg amúgy se jó dolog, hogyha pattognak, mondjuk a partiban képzeljétek, 6 ember itt van, és mondjuk meg akarunk ölni egy boss-t. A boss folyamatosan üt mindenkit, pattog ide-oda, annak gyakorlatilag annak nem lesz jó vége, mert gyakorlatilag nem tudja a healer kit gyógyítson, mármint a gyógyító nem azt fogja ütni, akinek nagy védettsége van. Mindig a templár, gyakorlatilag ha nincs más, akkor a templár érdemes, hogyha ő tartsa az agrót, tehát őt üsse egész végig a boss vagy mob, vagy akármicsoda, azért ugye, hogy akkor mindjárt mindenképpen egyszerűbb a móka, gyakorlatilag olyan fog ütni, akinek sok HP-ja van, sok élete van, jó védettsége van, meg hasonló dolgok. Na gyerekek, itt a Paul gyerekkel úgy látom kéne beszélni. Paul, szevasz haver, mi a szitu? Finn Inót kellene keresnünk, az Inó az meg tovább ezen az útvonalon. Itt a legelején elég egyszerűek a küldetések, később esetleg nagyon picit bonyolódnak, de annyira nem. Érdemes a küldetéseket, főleg a sárgákat követni mindig, hogy az azért szokja így jelezni, hogy merre kell menni, ide be kéne mennünk a barlangba, ez egy ilyen nagyon rejtett dukaki, akár micsoda. Ó, és itt van egy Abyss Gate, na, hoppá, ott volt egy ilyen robot, akit beszéltem, egy ilyen engineer, látod-e? Hát megmondom, hogy szinte nekem nem jön be. Igazából nem úgy nem jön be, nem is illeszkedik a játéknak a stílusához, azért nekem nagyon nem jön bejövős. Ez egy hányas szintű 10-es. Étertek, jaj, marzok, most felejtettem. Meg kell várnunk az étertek menjen előre, azt akkor beagrózza azt, hogy akkor kit, azt akkor én mehetek tovább. Ja, Destroy Green Prover generátor, azt kell, jó, hát ezt be is agrózta. Őd meg vagy. Valami zöld power generátort kell ugye ölni, vagy megcsinálni, megtaperolni, destroyolni kell, ebben mondom. Hoppá, itt valaki végigment, azt majd nyakon vágott egy-két ilyen mobot. Lehet, hogy megpróbálok. Nem próbálok meg sajnos.
Ja, haver, bazd, állj meg, állj meg. Tényleg kalandozunk együtt, állj. Ilyen, nem tudom gruppolni, amilyen. Látom a személyem, hogy nem akar gruppolni. Illetve, hogy nem akar. Pedig sokkal egyszerűbb lenne ugye együtt menni. Ugye jobb gombot nyomsz egy emberen, akkor egy csomó minden dolgot tudsz csinálni, például meg tudod nézni a cuccait, ilyesmi. Hát a Green Power generátor, ahogy látom, aha, azt kellene destroyolnom, hát én megyek instant oda, mert én tudom, hogy hova kell menni, és de nyomunk egy jobb gombot. Oké, most kell egy Blue Power generátor. Ez jelenti, hogy az lesz az. Ajjaj. És kell egy violet generátor, az meg azt mondom, hogy valahogy fenn van. Az a Tulsin Ludmont, az nem tudom, hogy elférek-e mellette. Ez nyár úristen, mi volt ez? Itt van-e? Aha, destroy Abyss Gate. Az azt jelenti, hogy ezt kell buzerálnom. Az Abyss Gate az gyakorlatilag egy olyan ilyen hely, ahol át lehet menni Abyssba. De erről majd többet próbálok beszélni. Abyss egy olyan zóna, ahogy... Na, mit kell? Kallioval kell beszélni. Hát sajnos, ez nagyon messze van, viszont meg lehetne próbálni egy olyat, hogy meghalunk. És akkor ugye visszakerülünk, igaz 12 másodperces üzéje van. Kallió ugye a fővárosban volt, szóval akkor egyből meg is lesz ez. Most megöletem magam ezzel a boss-szerű akármicsodával. Duaguru-val. Super White Zord Duaguru. Megiszom a maradik kávémat, igaz, olyan hideg lehet már mind a... kőszikla. Hú, hát ez volt a legnagyobb képzavar, amit elmondtam. Hideg, mint a kőszikla. Kemény, mint a láva, vagy nem tudom. Na jó, és akkor meghalsz, nem kell beszarni. Ugye kiválasztatod, hogy mit akarsz. Obelisknél ébredsz. Nem tudom, ez mi. Nem tudom, mi volt az a left akármicsoda. Jó, és ilyenkor az van, hogy kaptál egy ilyen Soul Sickness-t, ami gyakorlatilag így lassít. Azt ki tudod váltani, mindig van egy ilyen Soul Healer. Itt, és ez egy kínába került, szóval ez meg is történt. Ugye HP-t az lemmal a fék a segge alatt, a buffjaid leestek, szóval ilyenekkel számolni kell, de nem olyan nagy probléma. You're a hero, you saved. Na, én hero vagyok, azt mondják, látjátok a videót. Hát is léptem, mint az őrültek. És 9-es szintűek lettünk gyerekek, ami nagyon király, és kaptunk egy újabb küldetést, ami 169% XP-t fog adni. Nézzük meg, milyen izét. Ó, egy passzív skint kaptunk, csak nem baj. Viszont, itt mindenképpen rá kell kattintani, hogy megláttuk. Viszont az inventory-ba most van egy csomó cucc, amit fel tudnék venni. Például kaptam egy nagyon jó szfördöt, ugye ezt fel tudom menni. Úgy. Majd mondjam, mondok nektek valamit, hogy miért. Igen, kaptam egy zöld ilyet. Ami jó még, ez is jó. Ez is jobb. Gyakorlatilag az összes cucc, ami volt az, mind jobb volt. Többi dolgot meg ugye el tudnánk adni. Még szeretnék elmondani valamit nektek. Ugye az a tárgyakról. Most már annyira... igazából beszéltek erről. Talán nem olyan túl sok info, amit elmondok. Mert én adunk mindent, ami annyira nem kell nekem, mert én úgy né. És akkor lett egy kis zsetonunk, nem túl sok, de hát valamennyi lett. Ugye el tudtuk adni. Egyébként, hogyha valami olyat adsz el, ugye itt tudsz venni, itt tudsz eladni, és itt van a visszavásárlás. Az azt jelenti, hogy pont ugyanazon az áron vissza tudod vásárolni a dolgokat, hogyha véletlenül elcseszed az üzletet. Hát most se vagyunk szebbek, meg nem valami nagyon jó karakterünk, jó néz ki, ott nézzetek a csajszí. Akkor a feje van, ki lehetne főzni bele egy lekodalmat. Hú, de nagy szép szemed van, vagy pedig a fejed kicsi? Na! Igen. És akkor hova kell menni, gyerekek, hova kell menni? Pernosszal kell már megint beszélni, szóval akkor érdemes röpülni egyet, gyorsan. És az szuper lesz nekünk. Na.
A tárgyak, fegyverek és ruházatról szeretném volna annyit mondani, hogy a legtöbb az ilyen, nagyon sok olyan, inkább mondom úgy, hogy nagyon-nagyon sok olyan cucc van a játékban, ami hozzá kötődik a lelkedhez. Az azt annyit tesz, hogy ha te felveszed, akkor már más nem fogja tudni felvenni, nem fogod tudni eladni, nem fogsz tudni vele semmit csinálni. Gyakorlatilag lehet valamit csinálni vele, de most ez nem akarok rá kitérni. Az a lényeg, hogyha te felveszel egy zöld, kék, sárga, vagy akármilyen lila, vagy narancssárga cuccot, akkor azt valószínűleg nem fogja tudni felvenni más. És ez azért van, mert így oldják meg azt, hogy ne legyen rengeteg tárgy a játékban. Például ugye mindenki talál egy mondjuk egy nagyon epik, jó, ritka cuccot, amit ugye akárki felvehet. Akkor egy idő után 1 millió darab ritka cucc lesz, mert egyre találják. De viszont, hogyha ha te ezt felveszed, és már több ember nem tudja felvenni, akkor oké. Vagy ezt el tudod adni addig esetleg, amíg ugye nem vetted fel. Tehát addig még esetleg lehet, hogy tradable. De hogyha ez nem így lenne, ugye akkor feltelene, rengeteg cucc lenne, minden rengeteg jó kart lenne, de hogyha mindig így hozzákötődik az embernek a lelkéhez, akkor ugye ez nem történhet meg. Mi ez? Igen, itt jó, oké. Okay. Meg kell csinálni a class change küldetést, tehát arra megyünk most rá. Ugye egyébként ez a kard, ami nálunk van, ez így zöld kard volt, most már látható, ez így egész nagy értelmesebben néz ki, mint a izé. A rengeteg gyönyörűséges fegyverek van, a gyönyörű effektekkel, gyerekek, nagyon szuper az egész. Ja, egyébként lehet amerikai szerveren is játszani ezzel, ugye ez Európa. Viszont az amerikai szerveren nagyon nagy a ping, úgyhogy nagyon hátrányban vagy a mindenképpen ezekkel szemben az ottani emberekkel szemben, főleg PvP-be. De PvE-be sem nagyon jó az. Na jó, annyi az egész, hogy itt végigcsináljuk ezt a küldetést, és akkor megkapjuk a klassz váltó. Látjátok, mit kell? Ja, itt hoztam, hogy van valami üveg, amit meg kell tölteni. Jó. Hol kell menni? Dominóhoz, ugye? Ja. Ó, ennek van running scrollja. Ez micsoda? Hero Trials Shop. Ez, ja, itt hogy hol vagyok. Mert ez nem elérhető számomra. Jó, van gyerekek. Hát akkor csapjuk neki, megyünk mind az őrültek. Ez mi? Ja, zoomolás térképpel. Hát nagyon régen játszottam vele, úgyhogy... so sorry. Jó, hát a 10-est elérjük most, ugye, megcsináljuk a klassz váltó küldetést, és akkor onnan fogjuk folytatni a következő részben, most már nem szeretném tovább húzni. Onnan már egyébként jóval érdekesebb lesz az egész, ugye ott még egy kicsit küldetésedünk, és 11 páros szinte már, talán 15-16, nem is tudom pontosan, ott már elérhetővé válik a legelső, hogy nevezzük? A legelső Insta. Ami Instára nevezik ebbe a játékba, nem tudom, hogy máshol. Úgy akkor egy ilyen rédelő hely, ahova egy vagy több ember tud bemenni, és ugye ott lootokat és bosszokat, lootokat tud szerezni és bosszokat tud ölni. Hova? Túróba kerüljek? Ja, ide. Jó. Ugye látjátok, hogy itt például keresnek embereket Secret Labra, és heal, vagy tank, és tank kell nekik. Na ugye én voltam Keeper, a tank. Például ugye... tank karakter, azt már ugye akkor vágjátok, hogy mi a tank az a... nem tudom, ti látjátok, hogy Nikolaj például Spittel összezik, most kiírta nekem, lol. Hazaért a Szilárd Nikli. Szilárd Niklinek különben szerintem tetszene ez a játék, mert ez ugye ő szereti az ilyen manga stílust, bár ebben a manga és anime stílus az annyira nem számottevő, de akkor is. Na, ugye így nézzünk ki most ezt a... gyakorlatilag végig tudjuk játszani ezt a mondjuk úgy... visszaemlékezés. Nagyon remélem, hogy ez tényleg visszaemlékezés és nem valami hülyeséget beszélek, de én úgy érzem, hogy igen. Egyébként ez, amit itt, ez a hely, amit itt láttak, ez Abyssban van. Az Abyss az egy olyan zóna, ahol gyakorlatilag tudnak harcolni egymás ellen az Asmodeának és az Elios karakterek, szóval ott vigyázni kell, mint az állat, mert ott nyakon vágnak. Az a lényeg, hogy az Asmodea karakter az mindenképp egy másik helyen kezd, tehát soha nem találkoztok, csak olyan zónákban, ahol éppen lehet, tehát ahol össze vannak engedve.
Hát ott meg ugye mindig megy a háború. Általában siege-ek is vannak, siege-ekre is akarok járni veletek. Megmutatom nektek, hogy hogy zajlik egy igazi várfoglalás. Szó szerint gyerekek egy várfoglalás, nagyon epik jó. Na, itt egy kicsit meg kell védenem magunkat, hogy olyan csinálj, mert támadnak itt. Támadó alakzatban vannak, beragadta nukedjétől a izé pillantyűzet. Igen. Gyűjtj ide! Hoppá, mi ez a? Bossa! Hú, kifektetett, mint a izét, palacsintát, na. Hozsaku mokoku, ja üssed, na. Jól van gyerekek, faszág vagyok. Spettel csapjuk, mint az őrült, igazából szerintem senki ugye nem ismer. Hát ti már ismertek, tudjátok, hogy így mondjuk a Spett. Yeah! Természetesen nem nyerhetünk ellene, viszont ugye közbelép Pernos, és itt tudjuk kiválasztani ugye, hogy milyen klasszok akarunk lenni. Ugye eddig eljutottunk, eddig csak variorok voltunk, de itt most már ugye eldől, hogy miért, mi leszünk. What? És akkor gladiátor vagy templár? Gladiátor! És gladiátorok lettünk, és kaptunk is egy csomó skill, gyerekek. És mehetünk a ceremóniába, a fővárosba, gyakorlatilag, mivel minket már... Halljátok? Ahol ugye gyakorlatilag dívával választanak minket. The world of Atreya. Halljátok, videókat nem nézünk végig, jó? És akkor most bevisznek minket, gyakorlatilag beteleportál minket a fővárosban, ahol egy csomó árus, meg mindenféle elérhető, meg még ráadásul az is, hogy ugye itt lehet, itt kapjuk meg a szárnyunkat, itt lépünk, leszünk 10-es szintűek, meg minden. Na igazából ez a főváros, ugye Sanctumnak, vagy Sanctumnak nevezzük, vagy nem tudom, hogy nagyon sokan már itt nincsenek, mivel ugye nagyobb, fejlettebb zónák vannak inkább, de ez a főváros gyönyörű egyébként, egy ilyen lebegő város az egész. Oké, okay. És akkor hol kell mennünk tulajdonképpen, most megmondom őszintén. Nem emlékszem rá, hogy hova. Nézzük egy ilyet. Abbany, hát valószínű, hogy ez kellene. Leával kellene beszélni, hol van Lea? Nyomjuk egy Leát, és egy Locate-et. Itt pont itt előttünk, hol vagy Lea? Valahogy itt kell lennie. Ah, itt van, jó van. Szia, Lea! Hova menjek, merre menjek, mit csináljak, gyerekek? Jó van, gyerek? Mondjad, hogy jó van. Big Robot. Itt egy-két ember. Ja, megyünk a ceremónia helyszínén, én úgy emlékszem, hogy ide kell jönni, igen. Sweat. Ezt nem tudom, mi ez a szar. Ami itt körülötte van. Na, egyébként jól nézünk ki, tetszik a karakterem, mérete is, meg minden, nem akartam ennél nagyobbat. Jaj, de imádom, gyerekik. Ez micsoda? Ott van valamit, ez mi? Gyerekek, mi a túrók ezek? Jöjjét lehet csinálni, hogyha ezeket megvannak, meg nem, vagy mi ez? Ja, ez most elérhető lett, eddig nem volt. Aha. Jó, oké. Okay. Hiszek neked. Ővele kell, lyuk le ezt a kellene beszélni, és akkor elvileg most már ugye divák leszünk, és az a küldetés is akkor megvan. Ó. Oh. Nagyon tudti gyerekek nyomják a papot, oda nézzetek, ott van Leila is, ugye. Ez nem biz egy helyzet. És akkor tényleg mi jövünk be. Ugyanaz a ruha, ugye? Teljesen jól megcsinálva, ez vagy. Videó, átlépem gyerekek, nem nézzük végig a ceremóniát, hosszú lesz biztos, mint a ballagás. És akkor itt kell valakivel beszélnem. Ott mutatja, ott van a Marcus nevű gyerek. A Warrior of Vader mezője, és ugye most már gladiátor vagyok. Szóval most már nem Kárdel szeretnék harcolni, hanem mással. Ja, meg van egy csomó új skillem, azt is meg kellene néznünk. Wow, Holy Arm, Spear, Holy Arm, ezt akarok. Hű, mi ez, kaptam valami gyerekek.
Kaptam valami csoda jó dolgot, ez mi ez, mikor? Majd megkapom, hogyha elmegyek valahova. Na, ez jó lesz. Oké, akkor ezt be is vettük, és akkor ezt a kettőt. Ez mehet. Jaj, nem, itt van a csávó, ennek pedig. Meg is kaptam azt a cuccot? Itt van, igen. Igen, és ebből kapok majd valamit. Na, gyerekek, innen folytatjuk ezt a videót. Elvileg... Akkor... Na jó, oké, felveszem nektek a Spirit. És akkor így néz ki most van a Glavi. És ezzel lehet a csapatni, és ezt ki lehet a következő videóban megnézzük. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, jók legyetek. Csáá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